Kellemes estét kívánok mindenkinek november 22-én, kedden, ez itt a Kávé TV, benne pedig a Presszó. Nézzük csak, hogy kik is lesznek ma műsorban a vendégeink, illetve mi történik a mai műsorban. Érdekes lesz természetesen, mint mindig. Itt lesz Csősz Béláné, a Kazincbarzikai Szociális Szolgáltató Központ nyugalmazott igazgatója. Téma az idei szociális munkanapján Klárika kapta a Kazincbarzika város szociális ellátásáért kitüntető díjat. Aztán vendégünk lesz még Móricz Zsófia, művelődés szervező a Barcika Art Kft. Részéről. A téma az ő esetében programdömping az adventi időszakban, mert hogy tényleg rengeteg programmal készülnek itt Kazincbarcikán és a környéken az adventi időszakra, ezek közül fogunk szemezgetni, de még mielőtt elkezdődne a mai adás, néhány programot ajánlanék. November 24-én csütörtökön 17 órától családi tárlat nyílik a horvát család alkotásaiból a Mezei István Művészeti Központ kiállító termében, ahol Horváth Zoltán fazekas népiparművész, a népművészeti fiú mestere, Tátrai Zita csipke készítő népiparművész, a népművészet mestere, valamint Horváthné Marika kreatív anyu alkotásai láthatóak. A hétvégén megkezdődik az adventi időszak, óriási köztéri karácsonyi installációk és modern, igazi gyerekbarát Betlehem díszíti majd november végétől a Rákóczi teret és a Mezei István Művészeti Központ udvarát. Az adventől új évig programsorozat keretében sok-sok meglepetés, ajándék és rengeteg színes program várja a térségben élő családokat. Ez alkalomból november 27-én vasárnap 10 órától a Círmos Karácsony című mesefilmet vetítik az Egresi Színház termében, a program díjtalan. December 4-én Mikulás kocogás lesz Kazincbarcikán. A nevezés feltétele egy Mikulás csomag, amelyet a Kazincbarcikai Nagycsaládosok Egyesületének ajánl fel a Barcika Art Kft. Idén is lesz karácsonyi Presszó a Kávé TV-n, méghozzá december 18-án, vasárnap 18 órától, stúdióvendégekkel, érdekes összefoglalókkal, nyereményjátékokkal és ajándékokkal várjuk majd Önöket a képernyő elé. Az adventi programokról, ahogy említettem, hamarosan Móricz Zsófiával beszélgetünk majd. Most pedig jöjjön annó rovatunk, nézzük, mi történt 10, 15, 20 vagy éppen 25 évvel ezelőtt. Gyermekeknek rendeztek rajzversenyt a Május Együtti Általános Iskolában az elmúlt héten. A pályázatot az általános iskolák alsó tagozatos tanulói számára írták ki, a Május Együtti Általános Iskola pedagógusai, témája az egészséges életmód volt. A versenyre a város minden általános iskolájából küldtek rajzokat a gyerekek, ezek egytől egyik színvonalas munkák voltak. A zsűri nehéz feladat előtt állt, mégis ki kellett választani a korosztályonként az első 6 helyezést, amelyet oklevéllel jutalmazott. A dobogós helyen végzett tanulók pedig tárgyjutalomban részesültek. Külön kiemelték a második évfolyam munkáit, valamint a Kazinczy Ferenc Kertváros Általános Iskola alkotásait. A díjazott rajzokból kiállítást szerveznek a közeljövőben a pedagógusok a gyermekkönyvtárban, ahová minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az Ideál Klub szombaton családi szépség és egészségnapot tartott a Békemoziban. A délelőtti színes gyermekprogramok mellett egész nap különböző előadásokkal és szolgáltatásokkal várták az érdeklődőket. Biobüfé, teaház, táplálékkiegészítők, könyvek, kozmetikumok, házilag használható gyógyászati eszközök és még sok más újszerű dolog várta az érdeklődőket a szépség és egészségnapon. Egy számítógépes diagnosztikai berendezéssel érkeztünk Budapestről. Gyakorlatilag a gép mindent tud, amit egy emberi szervezetről le lehet venni információt, azt ő leveszi, feldolgozza. A kollégák, vagy jó magam, értékeljük, majd megbeszéljük a pacienssel, javaslunk neki terápiákat szükség szerint. Ez csak egy újdonság a sok közül, melyet ki lehetett próbálni ezen a napon. Az elméleti síkon megszerezhető információk közül kiemelkedett egy sokak számára ismeretlen betegség, a kandida elemzése. Kb. 5000 ilyen beteg volt eddig az én rendelőmben, és a kandidiázisnak mintegy 90 tünetét írtam le. Ez egy olyan gyalázatos, úgynevezett diszbiózis, tehát a szervezetben elromló testi-lelki diszharmónia, ami egy mikrobiológiai egyensúlyvesztésből adódik, összességében számtalan idegrendszerű tünete van.
A betegség diagnosztizálása nem könnyű feladat, s mivel az általános orvoslás és a természetgyógyászok között nincs összhang a terápiát illetően, ez még nehezebbé teszi a beteg helyzetét. Az Ideál Klub Szépség és Egészségnapja felvonultatta a 21. század találmányait is. Kár, hogy a városlakók közül kevesen látogattak el az amúgy ingyenes előadásokra, bemutatókra. És vissza is tértem, de nem egyedül, mert hogy itt van már első vendégem, Csősz Béláné, a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ nyugalmazott igazgatója. Köszöntöm itt a stúdióban. Sokadjára. Meg is beszéltük még itt a beszélgetésünk előtt, hogy mennyire jó nekünk ülni ezen a kis ülő alkalmatosságon. De akkor beszélgessünk arról, amiért tulajdonképpen most itt vagyunk, és fogunk tulajdonképpen néhány percet beszélgetni. Az idei szociális munka napján, ugye Kárika kapta a Kazincbarcika város szociális ellátásáért járó kitüntető díjat, no nyilván azért ez egy elég hosszú munkásság elismerése. Hogy kezdődött maga az az egész pálya? Az egész pályám? Az úgy kezdődött, hogy Miskolcon elvégeztem az ápolónői képesítésű egészségügyi szakiskolát érettségi után. Majd Miskolcon a megyei kórházban dolgoztam több évig. Itt Kazincbarcikán hazajöttem, és akkor orvosi rendelőbe dolgoztam jó pár évet, majd elkezdtem bölcsődébe dolgozni. Nyilván ehhez megszereztem a megfelelő képesítéseket, mert ápolónőként ez csak egy alap volt. Aztán a város összes bölcsődéjében dolgoztam, mint bölcsődevezető. Mert elkezdődött nekem ez az üzemi bölcsödében, még akkor Kazincbarcikán a BVK egy olyan nagy vállalat volt, aki saját bölcsödét tartott fönn. Én ott kezdtem, és Berentétől kezdve Kazincbarcikán három bölcsödében lettem bölcsödevezető. Ezt 17 évig csináltam, majd megalakult a Szociális Szolgáltató Központ, és én megpályáztam az igazgatói helyet, igazgatói állást. És 94. augusztus 1-től nyugdíjba vonulásomig, 2012. augusztus 15-ig betöltöttem ezt a posztot, kétszer újra választva. Nyilván később törvényi rendeletek módosítása vagy változása miatt az én állásom véglegesítve lett, tehát nem volt határozott idejű. Ez a kihívás, keresés, vagy ez a mindig újba fogás, ez honnan jött? Ez ilyen családi indítatás, vagy egyáltalán nem, mert teljesen más volt a családi környezet? Az én családi környezetem más volt. Én azonban ilyen voltam. Azért kérdezem, ez nem feltétlenül függ össze. Én azonban ilyen voltam. Dolog. Mindig is izgatott és érdekelt az újabb és újabb lehetőség, hiszen ahonnan én elindultam, az egy egészen más dolog, más hivatás lett volna, de olyan emberekkel foglalkoztam volna ott is, akiknek segítségre van szükségük. És valahogy úgy alakult az életem, hogy jól alakult, mert talán az, amit én akkor 14-15 évesen választottam magamnak, az lehet, hogy nem az én pályám lett volna, de talán a sors úgy akarta, hogy megtaláljam az utat a bölcsödétől, segítség tulajdonképpen ugyanúgy a kórházba, a betegeknek, a gyerekeknek a segítése. És később pedig egy nagy összevont intézményben a bölcsödéskorú gyerekektől az időseken és a hajléktalanokig, tulajdonképpen időseken keresztül a hajléktalanokig minden ellátási forma benne volt ebben a nagy szervezetben, aminek én úgy gondoltam, hogy természetesen képesítéseket is megszerezve hozzá, biztos, hogy eleget tudok tenni ennek a feladatnak. Én úgy éreztem akkor, nyilván belevágtam, mert ez kihívás volt nekem, kihívás, és úgy gondoltam, hogy kell a városban egy ilyen szervezet, ahol én tudok segíteni, és biztos, hogy a szakmai munkámat, a lelkemet, mindent beleraktam én ebbe a feladatba. A bölcsödékben azért jó pár éven keresztül elég sok gyerekkel sikerült, gondolom, összefutni. Elképzelhető, hogy aztán a későbbi munkahelyen ők újra előkerültek, csak már nagyobb korukban. Hogyne. Olyan is volt, aki bölcsödébe gondozott gyermekem volt, és később munkatársam lett. Tehát sokan voltak ilyenek, hiszen az én pályafutásom 45 évet lelt át. Ez nagyon-nagyon sok idő.
Bizony ez alatt sok minden megtörténhetett. Én csak arra gondoltam, hogy esetleg a bölcsőde után, mondjuk akár már később a nagy szervezet élén, mondjuk akár iskolában, vagy bármilyen más módon ugye sikerült velük összefutni, ez mondjuk nem jutott eszembe, hogy esetleg így is. És akkor az ott kinek derült ki egyébként? Hát nyilván inkább a gyermek csodálkozott rá talán erre a dologra. Igen, 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 és elég jól emlékszem, mai napig is emlékszem az első gyerekcsoportra, ahol mint gondozónő dolgoztam, hogy azok között kik voltak, és nevükre, tehát mindenre emlékszem, és bizony, amikor egy-egy fiatalember megjelent nálam, és akkor én mondtam neki, hogy te voltál ebben a csoportban. Itt is vannak egy pár. Itt is vannak olyan. Be kellett volna hívni egy meglepetés vendéget. Az önkormányzatnál is nagyon sokan dolgoztak fiatal emberek, én neveket most nem akarok mondani, akik bölcsödésként az én bölcsödémbe jártak, vagy csoportba hozzám jártak, amikor gondozónéként dolgoztam. Ez jó dolog, nem? Szerintem, amikor úgy az ember pár évvel később rácsodálkozik, vagy inkább, nem is, talán ez nem a jó szó, hanem inkább ilyen, elégedetten konstatálja igen. azt, hogy na, ő is oda járt, ahol én voltam, igen. és lám, nem tudom, mi lett belőle, vagy milyen ügyes lett, igen. vagy milyen jól csinálja a munkáját, vagy igen. bármi lett, mennyire szép lett, vagy mennyire jól farag fát, most igen, mondtam igen, valamit. Igen, igen. Na, tehát ilyenek vannak. Igen, igen. Hát vannak-e valami olyan sztorik, amik esetleg így a 45 évből esetleg így elmondhatóak, és ilyen vagy jópofák, vagy tanulságosak, esetleg mondjuk viccesek? Nem beszéltünk ilyenekről előre, igen, de vannak. Most gondoltam, hogy hátha. Hát vannak. Vannak jók is, vannak kellemetlen élményeim is. Vannak, amik kudarcokkal végződtek, de igazából sokat tanultunk belőle. Nagyon-nagyon szép élményem volt éppen tegnap. Na. Az általam és munkatársam által létrehozott természetesen önkormányzati segítséggel és pályázati pénzekkel együtt egy idősek otthona, ami Kazincbarcikán 15 éve működik, és tegnap volt a jubileumi rendezvény. Meghívtak bennünket, az új vezetés, a fiatalabb generáció meghívott bennünket, kolléganőmet, aki intézményi egység vezetőként dolgozott, és engem, mint az akkori igazgatót. És rendkívül jól éreztük magunkat, és minden egyes pillanata visszatért annak az időszaknak, amikor ketten dolgoztunk azért, hogy a város kapjon egy nagyon szép emelt szintű idősek otthonát, és ezek az idős emberek pedig ellátást a városban, hiszen itt öregedtek meg, és itt szeretnének maradni, és ez egy örök lakás lenne nekik. Rendkívül pozitív élmény volt számomra, és jól esett, hogy meghívást kaptunk. És látni azokat az időseket, akikkel együtt kezdtük, mai napig körülbelül 7 fő az, aki ott volt az ünnepségen, és hát nagyon-nagyon megható rendezvény volt. Hát a múltról beszéltünk, bár ez most már egy picit a jelen volt, de akkor beszéljünk tovább, vagy így a beszélgetés vége felé még a jelenről és a jövőről, hiszen azért még ma is bőven aktív tagja Kazincbarcika városának, illetve azoknak, akik próbálnak tenni valamit. Igen. Ezen a vonalon maradtam én tovább, és hiszen ehhez értek, és a segítés az én, nem is tudom, küldetésem, hivatásom. Nyugodtan mondható, szerintem 45 év után nyugodtan. Igen, igen. És ma a Kazincbarcikán működik két olyan egyesület szervezet, aminek egyiknek alapító tagja vagyok, a másiknak pedig vezetőségi tagja, de nagyon régóta. Az alapító tagságú szervezet ez egy teljes életért egyesület, ami daganatos betegségben szenvedő nők csoportja, egy ilyen önszerveződő egyesület, és én 2005-től az alapítás óta tagja vagyok. Tagja vagyok, mint érintett, és tagja vagyok úgy, mint egy munkatárs, aki segít ennek a csoportnak. Azt hiszem, hogy számomra ez egy nagyon-nagyon megtisztelő feladat is, nagyon megtisztelő felkérés volt, és most teljes erőbedobással tudok dolgozni, hiszen ma már a 8 órás munkaidő nem köt engem le. Van szabadidőm, és valóban nagyon sokat dolgozunk az elnökasszonnyal. Legutóbb voltunk a Lánchídon a rózsaszín sétán,
De minden megmozduláson ott vagyunk, és én úgy gondolom, hogy a személyes példa az, ami bíztatást ad. A személyes esetek, amik bíztatást adnak azoknak az embereknek, akik ezen átestek. Jó érzés, rendkívül jó érzés. A másik, ez egy városszépítő egyesület, aminek 93-tól tagja vagyok, és vezetőségi tagja vagyok. Azon túl pedig, mint bírósági ülnök, én 7 éve gyakorlom ezt a feladatot. Szeretném még nagyon sokáig csinálni mind a hármat. Természetesen emellett vagyok főállású nagymama is, és mivel családban élek, ugye férjemmel együtt rendkívül sok tervünk van még. Az a jó, meg szerintem az jó, amikor valaki tevékeny marad nyugdíj után is, főleg, hogyha valaki olyan fajta ember volt, az nagyon nehezen tudná váltani arra, hogy eddig dolgoztam 39 helyen, most pedig akkor ülök otthon és nézem a szappanoperákat. Ez így igaz. Én rendkívül hálás vagyok a sorsnak, hogy nekem ez megadatott, mert az a napi 24 órában mondhatom nyugodtan, hogy 20-at biztos, hogy mozogtam, nyüzsögtem, és nem is tudom, mi lett volna velem. Tehát biztos, hogy nem tett volna jót, és nem igazán pozitívan érintett volna. Ha én nyugdíj után a családi házon, nyilván családi házban elég sok tennivaló van, kert körül is, de az kevés, nem olyan, az kevés, és az nem olyan, és kellett az nem egy szellemi maradjak kihívás. Emberek között, hogy legyek közösség tagja, hogy ott legyek, ahol egy kis nyüzsgés van. Ahol valami történik, igen, ahol valamit lehet tenni. Így van. Legyen akkor ez még így sokáig, én kívánom ezt Klárikának, és akkor köszönöm, hogy itt volt, gratulálunk még egyszer a díjhoz. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem. Köszönöm. És akkor egy picit elszaladunk, de tényleg egy rövid időre, és aztán jövünk vissza. Na tegyük rá, fiúkányok! P-O-S-S-S, tex-fek, ezt üzenem az összes veszesnek. Minden nap ellök, de nem unom, míg van nálam dollár vagy euró. Ha, Mr. P-A-P, ha megmutatom neked ezt a K-A-P. Élére vasalt a nadrág, a fogkövemet is Swarovski baraták. A nyakrác a fejemet húzza le, ha rajtad meg mi az a kúdete. Felkapom a pulcsit, a gucsit, a pullis pulcsit, ha bejön ez a búső. A bulet meg nekem a város, automata váltós. Kocsiva szám, én a domboma, enyémre be a kilátom, a kilátom. Hogy jó sok pénzünk van, jó sok pénzünk van, jó sok, jó sok. P-O-S-S, hashtag YOLO. A kocsival a pápa, a Pelleron gyolo. Pedig a spoiler a legfajnabb lett. Ha, ironia mi az, a tablet. Bármi is ott kettő, jöhet meg a DiCaprio-nak egy mentő. Övet kicsapom az ikből a messzőrömet, meg a bibi. Csak a buli kezdődjön el a WC. Lesz itt is tázva, arra jársunk a szép kis ezbe. Csak forzolok, hogy legyen lány, hogy láss, mit csinálnak a legendák. Szex, ez tudod, mivel hallám perceket. Néha talán ihatnak keveset a női szépek, mint egy diszkóban esek. Sukásság, agyság, fajiság. Mit vagyok, le is nézz a listát. Na percet, tordok, talicská. Üt van a kártya, lozítsa. A szemletek se kérdezem. Két koktél, legbe hétezem. Ha, a hetem fele csapatás. De sima, hogy mint a hera vacsalás. Jó sok pénzünk van, jó sok pénzünk van, jó sok.
attól! Úgy, ahogy nem tartott sokáig, már itt is vagyunk, és folytatódik a Presszó, méghozzá a mai második vendégemmel. Itt van Móricz Zsófia, művelő és szervező, a Barczi Kft. Kft. Részéről. Szia! Szia! Köszöntöm a kedves nézőket! Közeleg az advent, eléggé itt van már, és ti pedig rengeteg programmal készültek tulajdonképpen. Már a héten ez elindul, de a hétvégére csúcsosodik ki, de akkor szemezgessünk. Igen, november 27-ével indul ugye az adventi időszak. Én ki is emelném az első adventi programunkat. November 27-én 16 órától a Círmos Karácsony című mesefilmet láthatják majd az érdeklődők az Egressy Béni Művelődési Központ színháztermében. Ez egy egész estés mesefilm, szerintem nagyon aranyos. Ismerem, van szerencsém ismerni, mert a gyermekem igen, olyan korú, hogy ezt már én láttam vele. Tehát. Mi szeretnénk ide egy retro mozi hangulatot varázsolni, lesz büfé, popcornnal, üdítőkkel, úgyhogy egy remek családi program lesz szerintem, úgyhogy várjuk az érdeklődőket. De hát ez az egyik, a sokból. Igen, igen. Mivel készültök még? Következő héten, december 4-én vasárnap, 2 órától egy sportos, mozgós programmal készülünk, a Mikulás kocogással. Azért is lett ennek a programnak a kocogása neve, ugyanis a táv 2,9 km, így azok is nyugodtan nevezhetnek erre a programra, akik nem sportolnak rendszeresen. Itt a rajta Rákóczi tér lesz, az Egressytől a Mátyás Király úton és a Jószerencsét úton keresztül fognak futni a kocogók. Tehát akkor ez most vasárnap, hiszen 22-e van ugye ma, tehát ez elvileg a mostani vasárnapra szóló program. Ez már december 4-e. Ez már december 4-e, azért is mondta a következő vasárnapot. Igen, aha. Igen. Itt a nevezés feltétele egy darab Mikulás csomag, melyet a Kazincbarcikai Nagycsaládosok Egyesületének fogunk felajánlani. A csomagról tudni kell, hogy nincs összeghez kötve, úgyhogy bárki az ízlése szerint összeállíthatja, és ezzel örömet szerezhet mások. Mikulás ruha nem kötelező, bár szerintem vidámabb lenne, hogyha abban futnának. Kiírtuk, hogy aki szeretne, az nyugodtan öltözhet pirosba, illetve a Mikulás sapkát ne hagyja otthon. Vagy egy jó szakállat, az lehet, hogy jól jön egy futás igen, közben. Okay, hát akkor futni is lehet majd a programok között, aztán... de aki mondjuk nem egy ilyen mozgó típus, az mit csináljon? Ő nyugodtan csatlakozhat. Nem pont ott, hanem milyen programokat tudtak még ajánlani. Persze, most szeretném mondani, hogy délután a gyermek programokkal fogunk készülni. Ugye kezdődik a Városi Mikulás ünnepség. Lesz Mikulás vonat. Ez az előző évekhez képest kicsit másabb lesz, ugyanis a vonat nem egy városi kört fog tenni, hanem kiviszi a résztvevőket Dubicsányba, ahol ki lesz alakítva az úgynevezett rénszarvasoknak a szálláshelye. Itt kiemelném, hogy nem élő rénszarvasok lesznek, hanem nagyon élethű háromdimenziós rénszarvasok is. Igazi mesebeli hangulatba csöppenhetnek majd azok, akik befizetnek erre a programra. Lesz forró tea, mézes kalács, sült alma. Tehát az tulajdonképpen egy végállomásnak tekinthető? Igen, tehát igen. Ugye nem csak a vonatozás élményét kapja ő meg, hanem akkor tulajdonképpen egy ilyen mesevilágba, vagy egy ilyen Mikulás világba csöppen, igen, ott eltölt egy kicsi időt, és utána pedig vissza. Igen, igen, ez a program körülbelül 90 perces. Utána lehet menni a Mikulásházba. Itt fontos, felhívnám a figyelmet, hogy előzetesen érdemes bejelentkezni, mivel minden évben nagy az érdeklődés, emellett lesz diafilmvetítés, arcfestés és fotózás is. A Mikulásház, bár aztán én is valamikor részt vettem itt egy ilyen programban, az nyilván azt jelenti, hogy a házban ül maga a Mikulás, és várja a gyermekeket? Igen, tehát igen. Ezt így kell elképzelni. De aki volt már ilyen programban, az úgyis ezt tudja, hogy igen, ez hogy működik. Itt is történt változás, mert az eddigi években a Mikulásház a Rákóczi téren volt, idén pedig a Mezei kertben lesz a Mikulás otthona. Jó, tudunk-e még ajánlani valamit az adventre? Persze, következő hétvégén, december 10-én egy nagyon sportos nappal fogunk kedvezni a kazincbarcikaiaknak. Délelőtt 11 órától a Kazincbarcikai fedett uszodába az amatőr úszóverseny kerül megrendezésre. Itt lesz nevezési díj, ez 250 forint, és az első három helyezettet kategóriánként, illetve úszás nemenként díjazni fogják. Majd délután 14 órától a Mary Fitness nevű program veszi kezdetét. Mi nők ugye hajlamosak vagyunk felkészülni úgy a karácsonyra, hogy már előre elkezdünk diétázni, hogy a karácsonyi időszakban lelkiismeret furdalás nélkül együk a bejlét, a mézes kalácsot és a sok-sok finomságot, úgyhogy ez is egy nagyszerű kikapcsolódás. Itt lesz a
Mary Fitness programon Cigel Erika, Buckó Péter, illetve zárásképpen Rubint Réka az alakreform edzéssel fogja megmozgatni a résztvevőket. Hát ez az advent nagyon sportosan alakul, én úgy veszem észre, mert van itt azért futás, van ez a fitness történet, van az úszás. Hát próbáltuk most sokszínűsíteni a programokat, úgyhogy lesznek kulturális, zenei és sportos programok is. Most melyikkel megyünk tovább ebből a három fél évből? Még december 10-én hozzátenném, hogy lesz egy koncert is, úgyhogy zenei program is lesz. A Mezei Művész Kávézóban 18 órától a Güss koncert. Ők egy teljesen amatőr banda, hobbi szinten zenélnek, de nagyon széles a repertoárjuk, úgyhogy ide is várjuk az érdeklődőket. Következő hétvégén, december 16-án, pénteken 18 órától az Egressy Béni Művelődési Központ színház termébe Andersen meséje alapján a Hókirálynő című mesejátékot hozza el a Budapesti Noir Színház. Ez belépős lesz. A jegyár 1200 forint, melyet már lehet most is vásárolni, illetve online is tudnak venni az érdeklődők. Tudni kell róla, hogy csodálatos díszlete van a darabnak, gyönyörű szép jelmezek is, olyan látvány és hangeffekteket fognak elhozni, hogy mind a gyermekeket, mind pedig a felnőtteket is el fogja varázsolni ez a program is. Másnap pedig lesz szerintem a legnagyobb programunk december 17-én szombaton, ugyanis lesz egy szabadtéri rendezvény a Mezei udvarán. Itt fel fog lépni a Leva Zsófia, majd utána Szikora Róbert és az Ergo fog egy élő nagy koncertet adni. Szerintem az Ergót se kell bemutatni senkinek. Nem feltétlenül. Mert ugye Magyarországon nincs olyan ember, aki ne ismerne legalább egy Ergós lágert. Ez szintén belépős jegy, mindössze 300 forintot kell fizetnie. És reméljük, hogy mivel szabadtéri program kedvező időjárás lesz. Igen, igen, bízunk azért benne. Azért ez egy fontos dolog. Bízunk benne, hogy végig. Viszont ez jól hangzik, egy kis buli tulajdonképpen szabadtéren az Ergóval. Igen, igen. Alapozásként 5 órától egy retro diszkóval fogunk indulni. Féltem, hogy valami mást mondasz majd alapozásnak, de... Nem, nyilván lesz forralt bor, illetve karácsonyi finomságok a Rákóczi tér udvarán. Oké, hát ez megint egy kulturális program. Igen, ennek örömére folytassuk, most mondjuk egy. Lesznek kiállítások is az adventi időszakban. Már elindult egy kiállítás november 17-ével. Ez a Sajómenti Népművészeti Egyesületnek a 10 éves jubileumi kiállítása. Ezt megtekinthetik a Gyermekek Háza Kézműves Házában. November 24-ével családi tárlat indul a horvát család alkotásaiból a Mezei István Művészeti Központban, és ezek a kiállítások január 4-ig megtekinthetőek. Lesznek kézműves foglalkozások, idén a felnőtteknek is kedvezünk ezzel, lesz adventi koszorú készítés felnőtteknek, illetve mézes kalács díszítő foglalkozás, a gyerekeknek pedig adventi játszóház, illetve Mikulás váró játszóház. Még ez jobb, ez a kézműves dolog akár felnőtteknek is, mert így tulajdonképpen némi segítséggel, vagy gondolom valaki hozzáértői segítséggel el tud készíteni ő saját kezüleg valamit, amit aztán akár persze, vagy az otthonában felhasznál, vagy ajándékba tudja ő ezt adni. Igen, igen, vagy az otthonunkat lehet díszíteni. Úgyhogy remek program ez is. Illetve az évben nem érnek véget a programok. Ugyanis jövőre is várjuk a kazincbarcikaiakat, lesz színház, Mirandolina, te drága. Ez egy zenés komédia, amit a Kassa Itália Színház fog elhozni nekünk. Nem csak a bérleteseknek, jegyet is lehet vásárolni, illetve 2017. januárjában is lesz újévi koncert, szintén sztár vendéggel a tavalyi évhez képest. Itt most a Budapesti Operett Színházból Jan Zakatát hívtuk meg. Ez mikor lesz pontosan januárban? Január 13-án. Aha, jó. Van-e még program, amit szeretnél megosztani velünk? Még esetleg egy kiállítás lesz januárban. A második esküvői kiállítást fogják megrendezni a Mezei István Művészeti Központban. Hát az is egy jó dolog, hiszen januárban már szerintem sokan azt tervezik, akik mondjuk arra az évre esküvőben gondolkodnak, hogy mi legyen, vagy hogy legyen. Tehát igen, igen, lehet készülni. Egy hasznos dolog, bár ez mondjuk már adventon jóval kívül van minden szempontból. Jó, igen. Rengeteg programot mondtál, köszönjük is, de mondjuk aki ezt nem tudta, teszem azt megjegyezni, hogy csak félig maradt meg benne valami. Ő hol tud erről akkor tájékozódni?
a www.kolarcity oldalon minden információ fent van, illetve mi is szívesen adunk információt, hogyha bejönnek az Egressy Béni Művelődési Központba, illetve a Mezei István Művészeti Központba, akkor nagyon szívesen bővebb információkat adunk a programokról, ott lehet a helyszínen jegyet vásárolni, programjaink a Color Hét újságban is megjelennek, illetve internetes felületeken is. Oké. Móri Zsófia, köszönöm szépen. Én is köszönöm a szépen. A sok programajánlatot, és igazából nem sok minden maradt már hátra az én részemről, maximum a búcsúzás, mert hogy ennyi volt mára. A műsor Presszóval legközelebb jövő kedden jelentkezünk majd a megszokott időben, akkor is érdekes témákkal várjuk Önöket. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmet. Szép estét kívánok mindenkinek.